Új börtön épült Miskolcon. Az 5 épületszárny 550 fokba tartott befogadására lesz alkalmas. A beruházás néhány hónap alatt valósult meg, a rabok szeptember elején költözhetnek be. Az országban a Miskolcin kívül 9 intézmény épült, összesen 2750 új férőhelyet alakítottak ki. Emiatt országszerte megszűnhet a börtönök túltelítettsége. Miskolc határában a fiatalkorúak börtöne mellett épült fel körülbelül 4 hónap alatt az az új létesítmény, ami 550 fogvatartott befogadására lesz alkalmas. 5 épületszárnyban 3 és 6 fős zárkákat alakítottak ki. Ez egy tipikus 6 fős zárka, 3 emeletes ágyal és minden hozzátartozó felszereléssel. Minden berendezés új és a legtöbb fogvatartotti munkával készült el. Jelenleg az utolsó simítások vannak hátra. Szeptemberben pedig megérkeznek a rabok. Ez felnőtt korú jogerős elítélteknek a fogvatartására került kialakítására, és abból is az enyhébb börtön és fogház fokozatúaknak. A parancsnok hozzátette, a férőhely bővítés 161 új munkahelyet teremtett a városban. Az országban egyébként a Miskolcin kívül 9 új börtön épült az elmúlt néhány hónapban. A többi közt Veszprémben, Tiszalökön, Tökölön és Kiskunhalason is. A létesítményekben összesen 2750 új férőhelyet alakítottak ki. Így szeptembertől megszűnik a börtönök túltelítettsége.